Gondolom, hogy ez mindenképpen sikernek számít, hiszen több száz önkormányzati és megyei közgyűlési képviselő jelent a jövőben a Jobbiknak, akikre alapozva elindulhatunk egy komolyabb és a jövőre még nagyobb eredményeket tartogató eredmény felé. Lesz polgármestere is a Jobbiknak. Tudják-e már pontosan, hogy mennyi és mire számítanak ott azokon a helyeken? Ugye a nagyobb városok, a 10 000 fölötti városok közül Tiszavasváriban sikerült polgármestert szerezni a Jobbiknak, hogy kisebb településeken hány jobbikos polgármester lesz, vagy hány általunk támogatott független polgármester, ezt még nem tudom most megmondani. A másik cél, legalábbis ezt írták sokan, hogy a legnagyobb ellenzéki párttá váljon a Jobbik. Ez úgy tűnik, hogy nem sikerült. Mit gondol, mi lehetett a gond? Hát valóban az MSZP megelőzése nem sikerült. Már hozzáteszem egyébként, hogy azokban a jobbikos megyékben, mint Borsod, Baj-Szemplén megye, Szabolcs-Szatmár-Bereg megye vagy Hajdú-Bihar megye, ott a Jobbik a megyei szinten megőrizte az előnyét az MSZP-vel szemben, de országosan nem sikerült előbbre lépnünk. Én azt gondolom, hogy ennek két oka van. Egyrésztről az LMP hát nagyon komoly vereséget szenvedett ezen a választáson, és attól tartok, vagy azt gondolom, hogy az LMP egykori vagy országgyűlési szavazói azok az MSZP-re szavaztak. A másik oka pedig én azt gondolom, hogy az az egyenlőtlen választási küzdelem, amelyben nekünk sok esetben a Fidesz-szel és az MSZP-vel szemben részt kellett vennünk itt. Sokszor úgy éreztem, hogy a pálya az egyáltalán nem egyenletes. Nagyon szépen köszönöm. Köszönöm én is. Köszönöm szépen, elnök úr. Úgy dereng, hogy legutóbb az Országos Választási Központban tartott sajtótájékoztató okán ott folytottam önbe a szót, hogy volt-e már ilyen nagy arányú, ilyen mértékű győzelemre precedens Európában, és aztán elkezdett válaszolni, és valami olyasmivel kezdte, hogy hitelesség. Igen, azt gondolom, hogy a miniszterelnök úri beszédből alakulhat ki az a következtetésem, hogy továbbra is fontos számára az, hogy hitelesség a magyar társadalom számára. A összedi beszéd óta bizonyos értelemben a politikusoknak a hitelesség eléggé megkopott, bár ezt 20 éves folyamatként is értékelhető természetesen, és ebből a szempontból a maga a beszéd ismételten világossá tette, mint ahogy az elmúlt hetek kampányeseményei is Orbán Viktor számára, hogy egyedüli erőként a Fidesz, ami képes releváns pártként működni Magyarországon, alapvető változásokat okozni az országban, és ezen túlmutatóan pedig a kormány és maga a miniszterelnök is eléggé hiteles képét mutatta. Mindenképpen azt látjuk, hogy sikerült a fővárosban stabilizálni azt a szavazóbázist, aki tavasszal ránk szavazott. Valószínűleg az alacsony részvétel nem kedvezett az LMP jó eredményének. Ezzel együtt látható, hogy van egy kialakult fix szavazóbázisunk. Azt gondoljuk, hogy ez a most elért eredmény alkalmas arra, hogy innét folytassuk az építkezést, és 2014-ben még jobb esélyekkel vágunk neki a következő választásnak. Hány képviselőjük került be a mostani feldolgozottság mellett, mit tudnak? A fővárosi közgyűlésben jelen állás szerint 3 képviselőből áll az LMP frakció. Majdnem minden kerületben van egy vagy két képviselőnk az ottani képviselőtestületben, ez nagyon fontos, hogy részt vegyenek a helyi döntéshozatalban. Számos vidéki településen, nagyvárosokban is, a megyei jogú városok többségében ott vannak az LMP képviselők, de rengeteg kisebb városban, faluban is jelen vannak az LMP-s képviselők. Tehát megvan az alapja annak, hogy tovább folyjon az a építkezés, ami másfél évvel ezelőtt elkezdődött, és amely egy hosszú távú program. Köszönjük szépen! Az ajánlószelvénygyűjtési akció sikertelensége vagy viszonylagos sikertelensége determinálta azt, amit most láthatunk az LMP házatáján? Szerintem igen. Szerintem azon a ponton már lehetett tudni az MSZP-nek. Szóval az LMP-nek nem lesz siker az önkormányzati választás, és nem következik be igazából politikai értelemben, nem feltétlenül számszerű értelemben a következő lépés az LP választás, az országgyűlési választás után nem jelentette igazából a következő lépcsőfokot az LMP számára az önkormányzati választás, szervezetileg természetesen igen. Tehát nyilván az, hogy ott lesz 1, 2, 3, mint a fővárosi közgyűlésben képviselője az LMP-nek, az fontos, de azt gondolom, hogy a jelöltállításkor már lehetett látni, hogy az LMP nem tudott egyrészt olyan szervezeti hátteret kiépíteni magának az eltelt idő alatt, ami szükséges lett volna a megváltoztatott jelöltállítási feltételekhez, másrészt a politikai irányvonala szerintem nem volt annyira átütő, látványos az elmúlt időszakban, hogy ezt áthidalta volna. Bocsánat, ennek a pártnak innentől kezdve van még hova ugrani, vagy lehet azt mondani, hogy az LMP-nek ennyi adatot, és innentől kezdve ezen a szinten fog stagnálni?
Hát itt új pártról van szó, ebből a szempontból nehéz következéseket levonni, főleg negatív következéseket levonni, nem ismernék alapvetően. Az bizonyos, hogy fővárosi párt maradt. Ami Attila is utalt, hogy alacsony szervezettségi pártról van szó, ráadásul ilyen bázisdemokratikus modellben gondolkodnak. Igazából a programjuk sem volt teljes egészében világos, és ahogy Attila is említette, a jelöltállítási hullám is igazán negatívan következett be számukra. Ebből az alacsony szervezettség az pénzkérdés, vagy nem pénzkérdés? Pénz is elsősorban mobilizálható olyan civil tömeg, amelyeket képesek irányítani, uralni. Na most ez a bázisdemokratikus elvekből adódóan úgy tűnik, hogy ez nem volt sikeres, és azt is gondolom, hogy a maga parlamenti párcsatározások elvették az energiát a LMP-nek, és az utóbbi 3-4 hónapban pedig tudva levő volt, hogy lesznek önkormányzati választások Magyarországon, mintha kevesebb energiát fordítottak volna erre.